úgy szerettem ezt a várost. Itt voltam fiatal, itt voltam gyerek, itt voltam először szerelmes, itt. Szóval minden ide kötött, olyan szép volt ez a város. Ezt a rengeteg nyomorúságot, ezt a rengeteg tragédiát, ami ott történt, ezt 5 percbe, 10 percbe, fél órába, egy órába, egy napba, két napba nem lehet elmesélni. Felnőtté lettünk egyik napról a másikra. 45-en jutottunk ki. A 45-ből 9-en voltunk magyarok, és 3-an voltunk, akik nem sebesültünk meg. Belefárad az ember az állandó félelembe. Az a nyomor, az az elcsigázottság, az a megtört ember, hogy emberi roncsok voltak. És akkor jöttem rá, hogy mi nem a budapesti csatát vesztettük el, mert hiszen itt voltunk már fél Kálmán téren, hanem elvesztettük a háborút. Budapest az 1940-es évek elején. Nyüzsgő egymilliós nagyváros, ahol a kuplé szerint havi 200 pengő fixel, az ember könnyen viccel. A város lakói és a kormányzó fogadásának résztvevői, mintha tudomást sem vennének arról, hogy Európában már dúl a háború. Magyarország eddig jól járt Hitler barátságával. Visszakapta a Felvidék és Erdély egy részét, ahol síró emberek ezrei virágesővel várták a bevonuló Horthy Miklóst és a magyar csapatokat. Ahogy telnek az évek, úgy értesülnek mind többen a háború borzalmairól. A második magyar hadsereg túlélői vagy a frontról szabadságra hazaérkező katonák történetei már nem a filmiradók optimista hangján szólnak. Ők már tapasztalták, amit az otthoniak nehezen akarnak elérni. Ez a háború totális háború, és egyre közelebb ér a határokhoz. ...1944 nyarán a Vörös Hadsereg már visszafoglalta Ukrajnát, Belorussziát, Kelet-Poroszország és Lengyelország részeit, és Románia átállása után megközelítette a Magyar Királyság határait a Kárpátok északi részén. Március 19-én a Wehrmacht megszállta Magyarországot, hogy megakadályozza az ország kiugrását a háborúból. A megszállás után Horthy Miklós nem mondotta az államfői posztról. Az új miniszterelnök, a közismerten német barát korábbi berlini követ, Sztójai Döme lett. 10 nappal később a sztójai kormány, Horthy felhatalmazásával, döntött az eddig viszonylag biztonságban élő zsidó lakosok sorsáról. Májusig 430 ezer zsidót zártak gettóba, és Auschwitzba deportálták őket. Az egyre romló hadihelyzet, a külföldi tiltakozás hullám, és az auschwitzi tömegmészárlásokról szóló hírek nyomán Horthy július 6-án leállította a deportálásokat. Október 15-én elbukott a kormányzó rosszul előkészített kiugrási kísérlete. Horthy másnap kinevezte a nyilasok vezetőjét, Szálasi Ferencet miniszterelnöknek, és egyidejűleg lemondott az államfői posztról. 2 héttel később Szálasi nemzetvezető, vagyis államfő lett. A nyilas hatalomátvétel idején a fővárosban körülbelül 200 ezer, a munkaszolgálatos századokban körülbelül 100 ezer zsidó volt. A Szálasi kormány német kérésre 50 ezer zsidót deportált. A megmaradt fővárosi zsidóságot gettóba zárták, további ezreket pedig kivégeztek. A német megszállás után Magyarország hadszíntérré vált. Az amerikaiak nappal bombáztak, az angolok és a szovjetek éjjel. Közben a Vörös Hadsereg véres ütközetekben szorította vissza a német és a magyar haderőt. Decemberre a szovjetek elérték a Budapest környéki falvakat.
Magyarország néhány hét alatt a legfontosabb front lett a náci diktátor számára, holott a lengyel területekről ekkor induló szovjet támadások már egyenesen a harmadik birodalom szíve, Berlin felé irányultak. 1944 őszére már Magyarország lett igazából az utolsó szövetséges Németországnak. Minden korábbi komolyabb támogató, Románia, Olaszország elhagyta a német szövetségi rendszert, és ebből adódóan a magyar részvétel rendkívül felértékelődött. Ezt a felértékelődést pedig tovább növelte, hogy Magyarország volt az egyetlen egy olyan terület, ahonnan még üzemanyagot lehetett szerezni, ugyanis a német műbenzingyárakat lebombázták, ezzel szemben viszont a magyar kőolajfinomítók még mindig termeltek. Ez tette igazából a magyar hadszínteret a legfontosabb hadszíntérré német szempontból. Sztálin abban bízott, hogy csapatai menetből el tudják foglalni a fővárost, vagyis hogy ostrom nélkül egy lendületes támadás sorozattal keletről nyugatra átkarolják Budapestet, és kiverik a térségből a német csapatokat. Ehhez a tévedéséhez az is hozzájárult, hogy a szovjet tábornokok nem mertek ellent mondani a diktátornak. A fővárosi csata és ostrom óriási szovjet veszteségeinek részben az volt az oka, hogy két szovjet marssal vetélkedett a budapesti győztes címért. Az egyik Rodion Jakovlevics Malinovszky volt, a második ukrán front parancsnoka. A másik pedig Fjodor Ivanovics Tolbuhin, aki a harmadik ukrán frontot vezette, és aki Malinovszky keleten elakadt támadása miatt délnyugatról, Belgrád felől indult a Dunántúlon keresztül Budapest felé. Malinovszky a katonái élete árán is megpróbálta megelőzni vetélytársát, hogy ő jelenthesse a budapesti győzelmet Sztálinnak. Német oldalon eredetileg szintén nem készültek Budapest ostromára. Hitler tábornokai nem az egész fővárost, csak a pesti oldalt kívánták megtartani hídfőnek, hogy onnan később támadni tudjanak. A német főparancsnokság tehát egyre nagyobb erőket vetett be Magyarországon, de csak lassítani tudta a szovjet előrenyomulást. A Wehrmacht és az SS a magyar honvédséggel együtt véres harcokban vonult vissza. A német és magyar hadvezetés számára egyértelmű volt, hogy a támadás iránya a magyar főváros, és hogy a pesti oldal megtartása is lehetetlen. De Hitler tábornokai javaslata ellenére sem járult hozzá ahhoz, hogy legalább a pesti hídfőt kiürítsék, nemhogy ahhoz, hogy Budapest nyílt város lehessen, mint például Róma, és így megmenekülhessen a pusztítástól. A Führer egy SS rendőrtábornokot, Karl Pfeffer Wildenbruchot nevezte ki városparancsnoknak. Erődnek nyilvánította Budapestet, elrendelte a házról házra történő védelmet, és ezzel megpecsételte a főváros sorsát. Pfeffer Wildenbruch SS Obergruppenführert azért nevezték ki, mint a Waffen-SS 9. hegyi hadtestének parancsnokát, a budapesti védősereg parancsnokául, mert a német hadvezetésben, és igazából leginkább Hitlerben élénk élményként élt még a varsói felkelés 1944. augusztusa és októbere között. Vagyis attól tartottak, hogy egy ilyen szorongatott állapotban lévő milliós nagyvárosnak a lakossága esetleg a német védők ellen fordulhat, és ilyen körülmények között inkább egy rendfenntartó, a karhatalom bevetéséhez jobban értő tábornokra volt szükségük. Hind Iván, a magyar parancsnok, aki a nyilas pucs után került igazán egy fontos helyzetbe, valójában egy ilyen íróasztal tábornok maradt ekkor is, egyébként is ez volt, mert becsületügyekkel foglalkozott ezt megelőzően. Hatásköre gyakorlatilag neki arra korlátozódott, hogy magyar katonai személyeket nevezzen ki bizonyos pozíciókra és váltson le, illetve volt néhány egészen picike egység, ami fölött diszponált, de Pfeffer Wildenbruch nem tekintette partnernek, nem avatta bele döntéseibe, sőt a véleményét se kérte ki, úgyhogy a két tábornok között a viszony az kezdettől fogva hát problematikus volt, és aztán folyamatosan egyre csak romlott, úgyhogy Hindi az ostrom végére a kezdeti, hogy is mondjam, nagyon pronáci, egy pronémet felfogásából és lelkes szálasi támogató véleményéből egy megtört, apatikus és a németeket egyre inkább utáló emberré vált. Decemberre már Budapest körül zajlottak a harcok. 24-én a becsési ágyúzást a belvárosban is hallani lehetett. A Budakeszi úton pedig megjelent az első szovjet tank, de még jártak a villamosok, és az emberek a Szentestére készülődtek. Nincs csillogó karácsonyfája sem gazdagnak, sem szegénynek, és a pesti utcák fényes karácsonyi kirakatait sem bámulják vágyakozó gyermekszemek.
cipeltük a karácsonyfát, közben föltartóztattak időnként, hogy itt még mind a ketten egyenruhában karácsonyfát cipeltünk. Ez simán megoldotta, mert én már ugye, mint szőkér, fekete egyenruhában voltam. A igazoltott a nyilasok pedig, hát mi harcsolva, kitartás éjjel szálasig felkiáltással cipeltük a karácsonyfát, de tisztelektek és tovább engedtek. Gyermekeink tiszta ajkára ebben az esztendőben, a szeretet ünnepén szerényebb ajándékkal igyekszünk mosolyt varázsolni, és szent akarattal küzdünk a győzelmes békéért, amely újra elhozza a csillogó karácsonyok hosszú sorát. Békesen indult a szent este. Szóljatok, karácsonyi harangok, és hirdessétek az isteni szeretetet és az isteni igazságot, amely győzelmet, békét és örök magyar karácsonyt fog adni nemzetünknek. Este 8 óra tájba egyszerre csak földindulás, égszakadás, és 2 órán keresztül szakadatlan ösztűz, rengett a föld, égett minden, tehát egy összpontosított támadás indult, meg záró tűz. Karácsony napjának reggelére bezárult a gyűrű Budapest körül. A magyar fővárosban 1 millió civil és körülbelül 100 000 német, illetve magyar katona rekedt. Ez hiába tűnt nagy erőnek, a valóságban a 4 német hadosztály erősen leharcolt állapotban jutott el Budapestig, a magyar védőseregben pedig már csak alig néhány ezren akartak harcolni, lőszerük pedig nekik sem volt elég. A másik oldalon összesen 6 szovjet és 1 román hadtest állt, körülbelül 160 000 ember. Kiválóan felszerelték őket ágyukkal, aknavetőkkel, rengeteg volt a lőszerük, és sok repülőgép is támogatta őket. Ez és az a tény, hogy Hitler parancsa szerint egész Budapestet védeni kellett, joggal töltött el aggodalommal a kilátástalan harctól tartó katonákat, illetve civileket. Galántai Ervin a kevés lelkes magyar katona egyike volt. A 3 napos karácsonyi eltávozás után sietett vissza a budai Toldy Ferenc utcába az egységéhez, a Vannai László vezette önkéntes zászlóaljhoz. A gyerek nem fogta fel a helyzet súlyát. A 10 éves fiúkra jellemző katonai romantika benne is élt, és persze hatott rá a katonaiskolában hallott propaganda. Büszke volt arra, hogy a hungarista Vannai rohamzászlóalj katonája. Ez szervezettebb és motiváltabb alakulat volt a honvédettségek többségénél, és az egyik legharcképesebb magyar alakulatnak bizonyult az ostromban. Mi tulajdonképpen a háborúba belekerültünk a Trianon miatt. Mi a magyar honvédségnek és az egész hazának a fő célja volt, hogy ezt a trianoni batrányokat valamiképpen kigazítsuk, és hogy amennyit lehet visszaszerezünk a magyar lakta területekből. Ugyanekkor a város pesti oldalán Kokovai Gyula, a 16 éves élsportoló hadiiskolás, épp a hírhet karhatalmi alakulat, a nemzeti számon kérő különítmény beosztott tagjaként járta az utcákat, először Pesten, aztán a budai oldalon. Én a Nagy Zsombor csoportjában a karhatalmi csoportban voltam. Ez a karhatalmi csoport járőrzött a városba. A nemzeti számon kérő szervezet, mint olyan, az a korábbi csendőrségi nyomozó parancsnokságokat helyettesítette igazából, és annak a legénységét is vette át. 2 csoportból állt ez a csendőregység. A nyomozó csoportból és a karhatalmi csoportból. A karhatalmi csoport az közrendvédelmi járőrözést végzett, tehát ugyanúgy, mint ahogy Hajdan, a tanyák közt is a csendőrök jártak, és a rendellenességeket igyekeztek megfigyelni, meglátni és ha lehet elhárítani. Bár az utcai harcok még viszonylag messze zajlottak a belső kerületektől, karácsony után a civilek többsége lehurcolkodott a pincékbe. A budapestiek számára megkezdődött a majdnem 2 hónapos
föld alatti élet. Mi december 28-án akkor már nem lehetett fönnmaradni, annyira bombáztak. Ahogy jöttek a repülőgépek, gyorsan anyám kihajtott bennünket a konyhában, mert az volt a legvédettebb hely, és a kis párnákat, a székpárnákat a fejünkre dobálta, ahogy ledekkoltunk, és pontosan 3 vagy 4 méterre tőlünk robbant a bomba, a liftet vitt el, és akkor hát lehurcolkodtunk. Mi fiatalok a fáskamrákat építettük ki lakóhelynek is, meg aludni is. Milyen jó volt, mert amikor a németek már levonultak, és jöttek az oroszok, akkor meg a lányokat dugtuk oda, és mi mentünk be ebbe a kis bunkerba. Jött egy ilyen bombázás, és a ledobott bombák egyike az Erőd utca 20-ban végig hasította a 4 emeletet, és a pincébe robbant föl. Ott az a törmelékek között az a 21 ember meghalva, szétrancsírozva. Hát szóval az egy olyan látvány volt, hogy gyerekfejjel ezt egyszerűen nem lehetett feldolgozni. És mit csináltunk? Akiket tudtunk össze zsákokban, meg lepedőkben, meg pokrócokban tettük, összeszedtük, és itt a harmadik házban a fiúk ott eltemették, elásták őket. Mikor már túl vagyunk rajta este felé, a nővéremmel visszanéztünk, hogy rendben van-e minden, és mint hogyha egy macska nyávogott volna, olyat hallottunk, te mondom, itt van valaki, úgy megbeszéltük. És akkor átmentünk mind a ketten, és próbáltunk ásni a hang irányába. Egy ilyen nagy asztallap, vastagabb asztallap alatt egy kis, másfél éves kislányt találtunk, és semmi baja nem volt. A lakosság a nagy tüzérségi tűz és az állandó becsapódások miatt igen nyugtalan. Az üzletek nagy része állandóan zárva van, úgyhogy a lakosság az elsőrendű élelmi cikkeket sem tudja beszerezni, mely körülmény az emberek hangulatát még kedvezőtlenebbül befolyásolja. Az élelmezési nehézségek nagyok. A kenyérellátás első hó 4-éig látszik csak biztosítva. Burgonya, hüvelyes, zöldségféle nincs. Lótáp nincs. A Budapesten lévő körülbelül 22 ezer lóból 3000-4000 darabot fogok levágatni, hogy a kenyér kiesésével legalább lóhúst tudjak a lakosságnak kiadni. 1944 őszére nagyobb számban gyakorlatilag már csak Budapesten éltek zsidók, mert a német barát magyar kormány a vidéki zsidóságot március és július között németországi haláltáborokba deportálta. A fővárosi zsidó lakosságot átmenetileg az mentette meg, hogy amikor épp rájuk került volna a sor, Horthy nemzetközi nyomásra kénytelen volt leállítatni a deportálásokat. A nyilas hatalomátvételkor körülbelül 130 ezer zsidó származású ember élt Budapesten. Az üldözöttek számára az ostrom időszaka a fokozódó nyilas tombolást jelentette. A viszonylagos biztonságot felváltotta a legteljesebb kiszolgáltatottság. Magyar és a német antiszemitizmus, hogyha összehasonlíthatjuk, akkor egy dolgot semmiképp sem szabad elfelejteni. Hiába volt Németországban 1933-ban az antiszemitizmus hivatalos állami ideológia, és ezt rengeteg atrocitás kísérte, a német zsidóság vagyona a nem zsidókéhoz nem aránylott abban a mértékben, mint Magyarországon. Magyarországon a magyar zsidóság élen járt a modernizációban és ennek következtében a nemzeti vagyonnak egy sokkal nagyobb részét birtokolta, mint amit országos arányszáma indokolt. Különböző becslések vannak erről, amelyek 20-25%-ig is terjednek. Bármennyi is volt ez, az biztos, hogy a magyar zsidóság társadalmi szerkezetéből adódóan sokkal gazdagabb volt, mint az átlag magyar lakó. Ebből viszont az is következett, hogy sokkal több dolgot lehetett elrabolni tőlük. És ez a rablás, ennek a rablásnak a lehetősége, amit Márai Sándor annyira találóan megír a naplóiban, ez volt igazából az, ami a dinamikáját adta az antiszemitizmusnak, és ez Németországban ebben a mértékben hiányzott. Ez alapvetően más struktúrákat eredményezett, más döntéshelyzeteket és más következményeket is.
Ha pedig a politikusok véleményét hasonlítjuk itt össze, akkor nagyon problematikus azt állítani, hogy a magyar politika felelős vezetői közül mondjuk a Sztójai kormány tagjai, azok kevésbé lettek volna antiszemiták, akármennyivel is, mint a náci Németország bármelyik döntéshozója. Gyerekfejjel természetes volt, mert elfogadtuk azt, ami van. El se tudtuk képzelni, hogy lehet ellenállni, vagy tiltakozni. A törvények szabályoztak. Magyarország viszont teljesen kettős életet élt, mert voltak baloldaliak, voltak ellenállók, voltak nyilasbarátok. Magyarországon volt az SS, szép fokozatosan jutottak el odáig, az emberek először nem hitték el, majd csak jobb lesz, egy átmeneti állapot, elvisznek bennünket. Senki nem hitte el az első időben, hogy az a munkatábor azt jelenti, hogy elgázosítani és elégetni őket. Gyerekfejjel viszont megszoktam azt, hogy vártak az utcán, vörös zsidó, aztán jól megvertek. Nem volt remény. Milyen remény lehetett volna? Hát a nyilas egyszer agyonlőtt valakit, vagy ha nem lőtte agyon, és az illető azt mondta, be akar menekülni, adott neki pénzt, akkor utána agyonlőtte, hogy nehogy kiderüljön, hogy ő pénzt kapott. Abszolút az egész társulat jelentős része primitív emberekből állt. Alkoholisták voltak, kocsmatöltelékek, ezt úgy hívják magyarul, hogy ez volt a csürhe, és borzalmas. Rengeteg MÁV alkalmazott volt közöttük, Beszkárt volt a közlekedési vállalat, Beszkárt alkalmazottak, Borbély segédek. Ez jellemző volt a nyíres mozgalomban. Budapesten igazából egyszerre két ostrom zajlik, mert hogy egyszer ostromolja a szovjet hadsereg a románnal karöltve a magyar fővárost, és pedig ez november 3-ától. Másodszor viszont van egy belső ostrom, ami abban nyilvánul meg, hogy a magyar állam hivatalos szervei üldözik a budapesti lakosság egy nem jelentéktelen részét, a magyar zsidóságot, amelyekből ugye csak a budapestieket nem deportálták. Összlétszám szempontjából itt majdnem 200 ezer ember lehetett az, aki a mai közigazgatási határok között bujkálhatott, illetve élt sárga csillagos házakba. Közülük elég sokat munkaszolgálatra bevonultattak, deportáltak, és 1944. december elején felállították Európa utolsó gettóját. Máshol zsidó nem lakhatott. Lehetett választani, ki hova megy, de akik átadták a lakásukat, nem zsidók, azok jelentős pénzért, tehát az üzletet csináltak belőle. El tudjuk képzelni egy olyan helyzetben, amikor lövik a várost egyébként tüzérséggel, és nincsenek szállítóeszközök, mit jelentett több tízezer embernek hirtelen való betelepítése, illetve ezzel párhuzamosan a keresztényeknek a kitelepítése. A hitközségnek az volt a fontos, hogy a saját embereit, saját magukat mentse, illetve mentse pénzért a gazdag zsidókat. Szóval bizonyos dúsgazdag embereket kimenekítettek Svájcba. A hitközséggel egész gettő alatt annyi kapcsolatunk volt, hogy egyszer bementünk ezt ilyen sárga borsra, és azt se adtak. Amíg a fővárost a szovjetek ostromolták kívülről, belülről a nyilasok vonták egyre szorosabbra a gyűrűt a zsidók körül. Ahogy közeledett a front, a nyilas terror úgy vált egyre fékevesztettebbé. Lényegesen tovább romlott az életünk. Lényegesen tovább romlott, először is nem volt élelem, kintről nem jött be élelem, és gyakorlatilag úgy éltünk, mint a síralomházban halálra ítéltek. Ma azt a jelentést is kaptam, hogy a gettóban, amelyben a hozzám jutott hírek szerint 40-60 ezer zsidó van, az ellátás tökéletesen kifogyott, és ennek következtében a zsidók nyugtalanok. Ha ezek a zsidók az éhség következtében a gettóból kitörnek, annak igen kellemetlen következményei lehetnek. Egyelőre elrendeltem, hogy a gettóba kukoricalisztet szállítsanak, amellyel remélem néhány napra az ínséget enyhíteni. Nagyon soknak hiába volt keresztény papírja. Mondták, hogy igen, gyerünk be a kapu alá, na tolja a nadrágját. Ha nyilas akarta, agyonlőtte, ha akartak, azt mondta, hogy na fusson. Vagy bevitte a nyilassázba, és ott agyonverték. Vagy kivitték a Dunapartra később. Mert a nagyapámat például kivitték a Dunapartra, és ott lőtték agyon. A nagyanyám, az anyai nagyanyámat viszont
Pest Erzsébeten az Magyar utca 64-ből deportálták. Lelkileg teljesen összeomlott, a második vagy a harmadik nap meghaltam arra a vagomba, és mert túl zsúfolt volt a vagon, valahol kidobták a testét, nem tudom, hogy hol lett eltemetve, egyáltalán el lett temetve. Aki sírt vagy kilépett a sorból, az volt, akik puskatussal úgy megütötték, hogy ott rögtön lefeküdt, és mondták, hogy aki kiesik a sorból, azt ott rögtön helybe agyonlövik. És akkor mondta az édesanyám azt, hogy mi ketten ezt nem fogjuk túlélni. És akkor levette a nyakláncomat, és egy nyilas keretlegénynek a markába nyomtam, mondta, hogy csak annyit mondta, hogy legalább a gyereket. Vegye le róla a csillagot. És akkor megérkeztünk egy kanyarba, felnőttek álltak, és ezért mondtam, hogy nem lehet egyöntetően mondani. Sarkon gyerekek voltak, csúfoltak bennünket, volt, aki megdobott bennünket, volt, aki egy csupor vizet hozott, volt, aki egy darab kenyeret hozott, és sajnált bennünket. És valahol ott a kanyarban, amikor a gyerekek ott közel voltak hozzánk, akkor ezt csak megfogott ez a nyilas. Mondtam, hogy nem lehet hozzájuk közel jönni, és belökött a többiek közé a sorba. És megálltam, félig meddig tudtam, hogy ez lesz a következmény, mert hát láttam, hogy az anyu odaadta neki a nyakláncomat. Csak hát vártam, hogy majd az anyu mit fog szólni, vagy, és hátra se nézett, oldalra se nézett, ment egyenesen előre. És hát valahogy egy pillanatok alatt átfutott rajtam, hogy most aztán tényleg egyedül vagyok. A gettó lakói alapvetően éheztek. Tehát egy főre jutó kalória mennyisége az olyan 900 kalória körül lehetett, és a gettó lakók közül több ezeren éhen haltak az ostrom alatt. Nem tudom elmondani, hogy milyen körülmények között voltam, mert a legembertelenebb körülmények között. Legtöbbször a földön aludtam egy sarokba. A saját kabátommal takaroztam. Tulajdonképpen nem voltam a magam ura, mert mindig rám parancsoltak, hogy mit csináljak. Nem tudom, hogy kik, nem tudom, hogy miért. Kaptam egy cédulát, hogy a Kárfesten egy utca 1-be jelentkezzek. Mi van ott? Egy svájci védettségű gyerek otthon. Na jó, rendben, de hogy lehet innen kijutni? Hát ugye körbe volt egy deszkafal építve, az volt a gettó, és hát a kiállatoknál nyilasok álltak, onnan ki nem lehetett menni. Megmondták, hogy éjjel, hol van egy elmozdítható deszka, és ott éjszaka ki tudok bújni. És kibújtam, és elmentem a Kárfesten utca 1-be, egy péküzlet volt a sarkon, és csöngettem, és vártam, hogy jöjjenek, és egyszer csak megjelent a Teleki tér sarkán egy nyilas járőr, és tudtam, hogy arra jöttek. És tudtam azt, hogy odaérnek, akkor nekem végem. És elkezdtem rángatni a csengőt. Na most 3-4 lépésre voltak tőlem, amikor kinyílt az ajtó, és én berontottam, és becsukodott az ajtó, és bezárták, és hát bennem egy, azt hiszem életemben akkor volt először halálfélelmem. És a néni bekísért egy ilyen 4x4 méteres helyiségbe, és ott sorban voltak állítva a fal mellett, meg a faltól is ilyen emeletes ágyak, és egy ágyban, átlagban 3 gyerek aludt, és hát ott töltöttem egy pár napot. Egyik reggel felébredtem, és hiányzott az oknim. Valami 2 rony volt betéve az oknim helyére, és az egyik gyerek lábán megláttam az én új zoknimat, és nekiestem. És erre jött az Englander bácsi, megfogta a fülemet, és levitt a pincébe, és bezárt. És egyszer csak egy láthatatlan ajtó kinyílt, és kijött egy fiatalember, és elkezdett velem ott a sötétbe beszélgetni. Beszélgettünk, és azt mondta, hogy volna egy munka számomra, ha vállalnám. Megadott címekre kellene megadott papírokat elvinni, de felnőtt embert nem csinálhatja, vállalnám-e, hogy viszem. Ezek nem tudom megmondani pontosan, kik voltak, mert a nevüket nem ismertem, a valódi nevüket. Azt hiszem, hogy ők egymásnak sem nagyon meséltek, aminek csak egy oka volt, hogyha felfedezik a pincét és elhajtanak bennünket, veréssel se lehessen egymásra valamit elmondani, mert ha nem tudok valamit, ha agyonvernek, akkor sem tudom a másikat beárulni, mert nem tudok róla.
kezembe nyomtak egy térképet, leültem az asztalhoz, és először meg kellett tanulnom Budapestet. De elsősorban a 6., 7., 8. kerületet. Utcáról utcára mindent tudnom kellett, és főleg azt, hogy hol vannak olyan széles utcák, ahol át tudok szaladni a másik oldalra, hol van átjáróház, hol van olyan pont, ahol menekülni tudok. Ezek tulajdonképpen nem hamisított iratok voltak, hanem összeszedett iratok voltak az ország különböző részéből. A bélyegző, a nyomat, minden valódi volt, csak a neveket és a címeket tüntették el, aztán semlegesítették, és utána meg ráírták az új nevet. Amikor elkészült egy 25-30-35 darab, akkor föl kellett húzni magamon mindent, ráerősítették a testemre, visszahozták a trikómat, az ingemet, pulóvert, kabátot, rendesen felöltöztettek, akkor el kellett mennem csinálni egy pár lépést, mentem jobbra-balra, jobbra fordultam, balra fordultam, legugoltam, hogy nem lazul-e meg, mert az utcán meglazul, akkor az a bukás. És ugye nem csak én sem is ülök meg, hanem a 30-40 irat is, ami 30-40 embert jelent esetleg. Sram Péterből így lett Pengő Misi, a futár. December 29-én a két támadó szovjet front parancsnokai ultimátumot intéztek a bekerített védőkhöz. Az ultimátumot kézbesítő szovjet parlamenterek és kísérőik máig tisztázatlan körülmények között meghaltak. A szovjetek azzal vádolták a németeket, hogy meggyilkolták a parlamentereket. Magyar szemtanúk szerint azonban Steinmetz Miklós terepjárója aknára futott a vecsési műúton, mielőtt átadhatta volna a feltétel nélküli megadásra felszólító levelet, míg Osztyapenko a német oldalról visszafelé jövet, tévedésből szovjet, tehát saját tüzérségi tűzbe került a Budaörsi úton. Miután a német-magyar csapatok visszautasították az ultimátumot, december 30-án megindult Budapest módszeres ostroma. A pesti oldal, amely alapvetően egy sík, sűrűn beépített terület, nehezen védhető, viszonylag nagy létszám szükségeltetik ennek a hatékony védelméhez. Ezzel szemben a budai oldal, amelynek a hegyes, hegyvidékes, hegyvidéki jellegű terepe, illetve a sokkal lazább település szerkezete könnyebben védhetővé teszi, viszonylag kisebb erőkkel is. Na most maga a folyam, tehát a Dunának a jelentőségét sem szabad lebecsülni, mert a német tábornokok, elsősorban ugye Fretter Pichó tüzérségi tábornok, aki a város védelmével elsősorban megbízott német 6. hadseregnek volt a parancsnoka 44. december 24-ig leváltásáig, tulajdonképpen ő többek között ennek köszönhette a menesztését, hogy ezen a véleményen volt. Úgy gondolkodott, hogy a Dunán túlon az úgynevezett margitálás védelme a legfontosabb, hogy a szovjetek ne tudják bekeríteni a főváros teljes egészében, ideértve a budai oldalt is. Hitler lesöpörte ezeket az érveket. Így a pesti védők véres harcokban voltak kénytelenek visszavonulni a Duna felé. Csak ezen a szakaszon 67 ezer szovjet és román katona rohanta le a védőket. A roham és a 700 szovjet ágyú tüze elsöpörte a védelmet. Az itt harcoló bekerített magyar hadosztályok felmorzsolódtak. Bevetésekre az a hihetetlen, hogy az ember állandóan vár, és semmi nem történik, és utána, amikor történik a harc esemény, mert hihetetlen gyorsan pereg, és teljesen konfúz a szituáció, általában az ember sokkal kevesebbet lát, mert füst van, por, meg is itt tovább, szóval általában nagy a konfúz, és egyszerűen csak megtörténik, és az ember már halott, ugye? Ott halt meg, sebesült meg halálosan a szaházat parancsnokunk, a Gancer Gyuri szegénynek a hátára robbant egy akna. Gondolják el. Ja, Istenem, atyám, ott halt meg a Kós Laci, iszonyú hangzavar, csak üvöltve lehetett beszélni, és egy ilyen borzasztó rém álommá sűrűsödött az egész. A
Az éjjel-nappal tartó állandó bombázások következtében a személyi és az anyagi károk rendkívül nagyok. A katonai és a polgári forgalom teljesen megbénult. Ezért a katonai ellátás veszélyben van, a polgári lakosság ellátása teljesen megszűnt. A légierő sürgős és hatékony támogatása immár nélkülözhetetlen. A német légierő, a Luftwaffe az ellátást megpróbálta a levegőből megoldani, de a főváros repülőterei már használhatatlanok voltak. Márpedig repülőtér nélkül lehetetlen volt eljuttatni Budapestre az utánpótlást, vagy evakuálni a sebesülteket. Budára szorult csapataik utánpótlását a németek légiúton igyekeznek biztosítani. A lőszer azonban legtöbbször a szovjet katonák kezébe kerül. A lóversenyteret és a vérmezőt repülőtérre alakították, de a naponta szükséges 80-100 tonna lőszernek és üzemanyagnak csak a töredékét sikerült eljuttatni a fővárosba. A légi híd sem Sztálingrádnál, sem Budapesten nem tudta megmenteni a védőket. A védők szorult helyzete ellenére a budapesti ostrom a szovjeteknek is óriási nehézségeket okozott. A Vörös Hadsereg Budapesti egyetlen igazi európai nagyvárossal sem találkozott. A katonák legtöbbje még sosem látott két emeletesnél magasabb házat, a magyar főváros belső kerületeiben pedig sok ezer 4, 5 vagy akár 6 emeletes épület is alkotta az utcákat, amelyeknek minden lakásában német és magyar katonák rejtőzhettek. Ugye nekünk jobb volt a terepismeretünk, mert nagy részt pestiek voltunk, és tudtuk, hogy hol vannak átjáróházak, hol lehet lerövidíteni a frontvonalat, meg a parancsnokainknak is. Ugye ők meg jöttek. Mindenüve került egy olyan gyerek, aki tudta az átjáróházakat, tudta a bogár lépcső, hogy van a várba, hogy kell lemenni, fölmenni, lemenni. Tehát az rengeteget jelentett, mert mindig cicázni tudtunk mi, mind ahogy ugye az egy nagy előny egy ilyen, hát hogy ugye a városon belüli harcnál, amikor nem frontszakaszok vannak, és nem tudom micsoda, hanem itten ilyen, ez már házról házra mentek a dolgok, és volt, amikor az oroszok 2 háznyira voltak, aztán vissza kellett menjenek 5 házzal odébb. Azt lehet mondani, hogy az oroszok is, és részben talán ezért volt olyan iszonyatos nagy háborús veszteségük Budapest ostrománál, itt tanulták meg azt, hogy mit jelent egy nyugati nagyvárosban az utcai harc. Gyakran előfordult, hogy egy bérház alsó és legfelső szintjén szovjetek voltak, míg a középső emeleteket a németek és magyarok foglalták el. A harcolók gyakran bedöntötték a romos falakat, vagy lyukat vágtak rajtuk, hogy megkerülhessék az ellenséget. Lakásról lakásra, szobáról szobára folyt a harc. Eközben a szovjetek bevetették a propagandát is. A magyaroktól zsákmányolt teherautókra hangszórókat szereltek, és főleg éjjelente zavarták a védőket. Mindent tudtak a szovjetek, az oroszok, én nem tudom, hogy milyen alapú, hogyan. Minden nap bemondták a jelszót, a jelhangot, bemondták ki az ügyeletes, bemondták, hogy mit ebédeltünk, vagy nem ebédeltünk, hogy volt-e bableves, vagy nem volt bableves, és azon kívül minden áldott este elkezdték játszani, hiába menekülsz, hiába futsz, és kár összeveszni velem, és hasonló akkori slágerokat, és közben mindig mondtak egy nagy szózatot, hogy hát elvesztettétek a háborút, hát adjátok meg magot, nem lesz semmi bajotok, gyertek át hozzánk. Az ostrom napjait nehéz mai fejjel elképzelnünk. Az átjáróházak és a bérházak pincéin és a romos lakásain keresztül hol a szovjetek, hol a német és magyar csapatok szivárogtak be, vagy szivárogtak vissza az ellenfél által sajátnak hitt területekre. Ilyen szakaszosan, etapokba volt a beszivárgás, csak hát rengetegen voltak. Úgyhogy addig, amíg csak ilyen álló harc volt, addig nem volt baj, ugye akkor egymásra oda-oda pörköltünk. A mesterlövészek mindkét oldalon az ostrom utolsó napjáig életveszélyessé tették a nyílt mozgást. A szovjetek ebben kimagaslóan jól szervezettek voltak, hiszen ezt a harcmodort a Vörös Hadsereg alkalmazta először nagy számban és nagyon hatékonyan a keleti fronton.
oroszok cselszerűen egy mesztelen nőt kiegyedtek át az olasz fasoron, sőt, még tudtuk is, hogy ki a csapláros nő volt az aranyfárszámbolton. Hát erre ez visszakiáltott a tizedesének, hogy ide néz, ilyet még nem láttál. Ugye, egy mesztelen nő csizmában. Hát erre a másik körült mellé megy, egymás mellett álltak az ablakban, ott szovjet mesterlőviszek, talán 2-300 méterről, mind a kettőt egyszer eltalálták, a tizedes egyből meghalt, ezen pedig a Tamáson átment ez a golyó. A két oldal harc álláspontjai gyakran egymás közvetlen közelében voltak. És miután a frontvonal hol itt, hol ott húzódott, a katonák gyakran nem is tudták, hogy éppen ellenséges területen vannak. Ez fokozottan igaz volt a budai oldalon, ahol a Rózsadomb akkor még ritkásan beépített villái között, a senki földjén könnyen el lehetett tévedni. Olyan közel voltunk egymáshoz, hogy mikor náluk volt őrségváltás, a vonalba volt, ugye fölváltották egymást, hallottuk, ugye? Atya, úristen, mi meg itt suttogva mertünk csak beszélni. Korom sötét volt, ők se láttak, mink se láttuk, és közben egy ajtó kinyílt, ahol némi fény jött ki, és kijött egy másik ruszki, valamit mondott a őrállónak, és aztán újra vagy kaját hozott neki, vagy mit tudom én mi, és akkor közben újra becsukódott az ajtó, és rájöttünk, hogy abban már ruszkik vannak abban a villában. 1945. január elején Budapesten megszűnt a villany, gáz és vízszolgáltatás. Ugyanakkor az élelmezési helyzet is kritikussá vált. A csapatok körülbelül 22 ezer lovának nagy részét levágták, a kenyérfejadag napi 15 dekagramra csökkent. El tudja azt képzelni, hogy milyen öröm volt mondjuk egy ilyen lakókörzet keretében, amikor tudtulattuk valakinek az útján, hogy hát jöjjenek ki, mert itt most agyonlövünk egy lovat, és tehetnek vele, amit akarnak. Bevallom őszintén, amikor saját lovam lelövésére került sor, nem tudtam menni belőle. A lakosságot állandó rettegésben tartották a felfegyverzett nyilas pártszolgálatosok, akiknek csak egy kis része vett részt a valódi harcokban. Bejöttek a Sipeki Balázshoz razziázni, négy nyilas, nagyon jó főszerelve, telett kézigránáttal, lőszerrel, mindennel, nagyon elegánsan fölöltözve karcallaggal, és azt mondta, hogy ők úgy tudják, hogy esetleg itt zsidók is vannak. Sipeki Balázs azt mondja, én ugye nem tudom, de ti nagyon jó fő vagytok szerelve, fiúk, akkor most őrmester úr, ők vigyétek ki, és oda menjenek ahova kell, a lövészgödörbe, állítsuk be őket hadba, mert nagyon jó főszereltek. Arról nem lehet, és rögtön eltűntek, és soha többet vissza nem jöttek. Január 14-ére a pesti oldalon már elképesztő veszteségeket szenvedtek el a német-magyar csapatok, de nem tudták feltartóztatni a támadókat. A szovjetek elérték a nagy körút vonalát. Amikor a támadó román hadtest már elhagyta a keleti pályaudvart, Malinovszkij utasította a román parancsnokot, Szova tábornokot, hogy a csapataival együtt hagyja el Budapestet, és vonuljon Szlovákiába. A szovjet marsall nem akart osztozni a dicsőségen. Két nappal később Hitler végre engedélyezte, hogy a pesti oldal védői Budára vonuljanak. A pesti oldalon közel egy hónapig tartottak a harcok. A védőgyűrű zsugorodó területe a felszabadulás reményét jelentette a 7. kerületi gettóba zsúfolt 70 ezer embernek. A zsidók a pincékben azt hallgatták, hogyan közeledik az ágyúdörgés és a csatazaj a gettóhoz, mert ez azt jelentette, hogy nem sokára véget érnek szenvedéseik. Ahogy a szovjet hadsereg közeledett, minél közelebb Budapestre, és minél közelebb a gettóhoz, annál nagyobb volt a szadizmus. Ott jöttek a nyilasok, géppisztolyok, minden géppisztolyjal jártak, és ott álltunk kint az utcán, gyerekek, hát már nem voltunk gyerekek, ott álltunk az utcán, és láttuk, bementek a 29-be. És nagyon fél óra, de hulla részegek voltak, fél óra múlva kijöttek, és akkor mi lementünk a 20-be, hallottuk a lövéseket, lementünk a 29-be, és
egy élő embert nem találtunk. És hát összes lakó, gyereket, felnőttet agyonlőtték. És ott volt körülbelül 100-120 ember. De ezt máshol is megcsinálták. A nyilasterror csúcspontján Raoul Wallenberg magyar titkárának, Szalai Pálnak sikerült megtudnia a pártszolgálatos központban, hogy 207. kerületi nyilas, még mielőtt a szovjetek elérnék a gettót, tehát a legutolsó pillanatban, minél több zsidót le akarnak gyilkolni. Pogromra készülnek. Ennek a bizonyos megsemmisítési tervnek, aminek a részletei ma se ismertek, a híre minden esetre több helyre eljutott, és a német katonai parancsnok, aki akkor egy Schmidhuber nevű német tábornok volt, erre összehívta a Pest magyar rendőrparancsnokát, a Pest magyar rendőrparancsnokához kirendelt nyilas párt összekötőt, aki egyébként titokban Wallenberg egyik segítője volt, az ügybe érintett nyilas pártszolgálatost és az ügybe érintett német gestápó tisztet. A helyszínen megtiltotta ezt az akciót, és a megjelenő német tiszt helyettest, mert maga a tiszt nem jött el, le is tartóztatta, és ezek után a katonáit a gettó bejárataihoz küldte, és csak ugyan 1945. január 15-e után, abban a maradék 2-3 napban, ami még hátra volt, a gettóban tömeggyilkosság nem történt. Az egyetlen lehetőség volt, hogy életben marad, az életben maradásra, hogy eltakarítják a nyilasokat. Féltünk is, reménykedtünk is. Azt hiszem, hogy el se tudtuk dönteni, jobban félünk, vagy jobban reménykedünk. Megjelentek a falragaszok. Véres kéz, ölik a gyerekeket. Szétszórnak töltött olat, meg babajátékot, hogy a gyerekeknek a kezét leszakítsa, mert robbananyag van benne. Hogy az oroszok mindenkit agyon fognak lőni, mindenőtt meg fognak erőszakolni. Szóval, mint minden ember, aki ezt hallotta minden nap, és olvasta, és látta az utcán, mindenki félt tőlük. Az oroszokkal való első találkozásunk úgy volt, hogy az udvaron volt egy hóbuszka, és bejött egy magyar nyelven beszélő orosz katona, a hóbuszkába beleszúrt egy vörös zászlót, és azt kiabálta, hogy szabadok vagytok. Akkor semmi nem történt, csak mondták, hogy davaj, és mehetünk elfelé. Hát mindenki, ahogy próbált, igyekezett, mi megkerestük a rokonokat, akik fönt megmaradtak, és elindultunk hazafelé vissza a Katona József utcába. Amikor az oroszok bejöttek ide, engem eltemettek valósággal egy nagy ágyba, lenn a pincében, úgyhogy négyen ültek rajtam, mindent fölvettem, bundát, mindent magamra, és betakartak, és egy kis résen átláttam csak az oroszokat, csak a lábukat láttam. És semmi problémám nem volt, de volt egy szegény lány, aki szépen fölöltözve fogadta őket, hát ennek meg volt az ára. Nagyon megtetszett nekik, és az apja könyörgött a férfiaknak a pincébe, hogy mentsék meg a lányukat, de természetesen semmit nem tudtak csinálni. A harcok hullámzását és hevességét jellemzi, hogy miközben a Pesten harcoló német csapatok megkezdték az áttelepülést Budára, a főváros felmentésére indított SS csapatok előőrsei a budai oldalon már elérték Pilis-Szentlélek térségét. Mindössze 21 kilométerre voltak Budapesttől, amikor a fenyegető szovjet ellentámadás miatt vissza kellett vonulniuk. Az utolsó német katonák végül január 18-án hajnalban verekedték át magukat Pestről a Duna túlpartjára, majd felrobbantották a még éppen maradt hidakat. Ugyanezen a napon Várpalota és Berhida térségéből megindult a 6. német hadsereg támadása Budapest felmentésére. Ez a támadás január végéig körülbelül 26 kilométerre közelítette meg a fővárost, de a szovjetek ezt is visszaverték. Budapest erődnek, ahogy Hitler nevezte a magyar fővárost, ezzel az utolsó esélye is elveszett a megmenekülésre. Pest elvesztésével körülbelül 100 000 zsidó menekült meg a nyilas rémuralomtól. Több mint 18 000 német és magyar katona szovjet fogságba esett. A szétrombolt városrész romjai alól a túlélő civilek lassan előmerészkedtek, és a bizonytalanul is, de megindulhatott az élet.
Budán azonban az ostrom hamarosan a korábbiaknál is nagyobb hevességgel folytatódott. Pesti oldal feladása után, tehát az január 18-a után, amikor az oroszok megjelentek a pesti oldalon, a Dunaparton, akkor mi a budai oldalon voltunk a Dunaparton, és onnan lőttük ki, emlékezetem szerint, utolsó gránátainkat az oroszokra. Ezek után mi volt a cél? Ezek után a cél az volt, hogy túlélni a háborút. És ezek után az volt, hogy bújtatni az embereinket, hogy ne akarják a németek, a szerencsétlen magyarokat Vágóhídra hajtani. Hát a dobtáras géppisztolya felszerelt oroszokkal szemben egy puskával és 20 töltényjel rendelkező személy, hát mit ért? Az egész tüzérosztálynak nem volt egyetlen géppisztolya. Január 19-én, Pest elvesztésének másnapján, egy szovjet támadás elsöpörte a Szilágyi Erzsébet fasor német védelmét a mai körszálló környékén. Az orosz akció gyakorlatilag az egész budai védelmet veszélyeztette. Félő volt, hogy a szovjetek áttörnek a Dunáig. A városmajorban harcoló vannai zászló aljat azonnal riadóztatták. A vannai zászlója egy nyilas alakulat volt abban az értelemben is, hogy a pecsétjén egy nyilas jelvény szerepelt, de mondjuk ez akkor már hivatalos állami jelvény volt, ilyen szempontból nem mondtunk vele semmi újat, de abban az értelemben is nyilas alakulat volt, hogy a vezetői azok a hungarizmus eszmerendszeréhez és a magyar szélsőjobbhoz meglehetősen közel álltak, sőt annak részben alapító tagjai voltak. A 14 éves Galántai Ervin, akire eddig csak futárfeladatokat bíztak, boldog volt, hogy végre az első vonalban harcolhat. Vannai azt mondta, mi nem a bűnös fővárost védjük, hanem itt, Budapesten, a magyar fővárosban szent határainkat védjük. Ne felejtsétek el, mi itt harcolunk a felvidékért, a kárpátaiért, értetek erdélyekért és a délvidékekért. Ezért harcolunk, és azt mondta, hogy ne felejtsétek el. A becsület fontosabb, mint az élet. Nekünk itt meg kell mutatnunk, hogy egy nemzet katonájának nem vagyunk alábbvalók. Ezt megmutatjuk a németeknek, megmutatjuk a szovjeteknek. Ezt mondta, ne felejtsétek el, ez nem lesz piknik, erre talán rámegy az első század, így. Készüljetek, fiúk, a vérnászra, így a szemembe nézett. A vannai önkéntes zászlóalj szimbolikájában kétségtelenül használta a nyilas keresztet, de úgynevezett betagolt zászlóalj volt, tehát a Magyar Királyi Honvédség is felvette a hadrendjébe, de ez megítélésem szerint egyedül annak a körülménynek volt köszönhető, hogy a bekerített fővárosban minél több reguláris alakulatra volt szüksége a német-magyar hadvezetésnek. Azt mondták, hogy a támadás azt a 6-kor akarták eleinte, előre hozták 5 órára. De mi körülbelül 3 órakor már előre kusztunk a legelső fáig, amikor a fegyvereket kiosztották, kaptunk irány többek között egy kis konyakot. Azt mondták, hogy ez a sebesülteknek van, ezt ne igyátok, majd a támadás után kapunk én, ugye? Ennek ellenére a mellettem talpas kitt az ő konyakját, és egyszerűen elaludt. Mindenkinek vérhassa van. Ez összecsinálta magát alvás közben. De a vége megindult a támadás. Fény utcai gát mögül előtt két német páncélos. Mikor láttuk, hogy a németek mennek mellettük, Sipszó, a mi őrmesterünk, roham rajta előre. Hát én rázom a talpast, és mondom, talpas, vérmás, roham rajta előre, semmi meg sem mozdul. Az én tizedesem a nyakamnál fölrántott a kerekes, és előre volt. Rohanok én is előttem, és istentelen az oroszok kidőltek, nagyon sok oroszok meghaltak, de nagyon sok, mert nagyon sokan voltak, és tömegben. Tőlünk baloldalt, már a rohamcsapat vezetésében tört át a vannainak, saját magának, az őrnagynak a csoportja, és mert ő sebesült volt, egy botja volt, a botját így föntartotta, mint egy zászló, és ott bicegett az öreg előre, szóval nem futott olyan gyorsan. Ők mentek baloldalt, mi pedig jobb oldalt, hogy kitisztítsuk ezeket a remizépületeket. Én, ahogy mondták, hajtottam a kézigránátjának, először a két német kézigránátot messzegedre tudtam hajtani, az elsőt elejtettem, nem tudtam hóba, a másikat dobtam, de azt hiszem, hogy nem jó.
És egyszerre csak észrevettem, hogy parancsenérm azt mondtak, hogy rövid lövéseket célozva, ugye? Hogy kilőttem az egész dobtárat. Ugye? 71 lövésem volt, egy a csőben, 70 a tárban, és én most itt voltam fegyver nélkül. Most azon gondolom, hogy mit csináljak, ugye, ebben a pillanatban, mikor ez az eszembe jutott már közben. Elesett én előttem először a Négus nevű fickó, az utasítás az, hogy valaki megsebesül és üvölteni kell, fel kell peckelni a száját, és a peckel, amit erre kiadtak nekünk, és ezt az italt, ezt a vodkát, vagy mi, amit kiosztottak neki, beönteni a száját. De hát ennek nem volt egyáltalán arc, egy kása volt az arc, hát ez megdöbbentett, ugye? Az arca szétment. Gránattal azt hiszem. Lehet, hogy a sajátunk, mert mindig össze-vissza gránatokat haigált, ugye? Előttem fut a kerekes, ugye fehér üzében, lepelben, és hát megint a rakéta fénynél láttam, hogy a kerekesnek a hóköpenye véres, és összefolyik a vér, meghalt, ugye átlőttük. Átlépek a kerekesen, és most merült föl az a kérdés, hogy most mit csinálják, nincs több géppisztoly töltény, és most már nagyon közel voltunk az oroszokat a 10-20 méterre. Fölállt egy jó magas orosz, fehér köpenyben, romsisak, hát 10 méterre is volt tőlem, és rám ő nyakam. Ne? És hát mondtam, na, mondtam magamnak, ezt megérdemelted. Itt vagy 14 éves, még szűz és már halott. Ne? Mielőtt összecsuklottam volna, a hátum mögül dobtak rengeteg kézigránátot, és érdekes módon ez az orosz a hátába kapott repeszeket, és én még álltam, mikor már ő is kezdett ilyen lassan csavarogva összeesni, majdnem egyszer estünk a hóba. És én azt hittem, hogy végén van. Fölálltam négy-két láb, ugye mondom, hogy nyakamot tartottam a kezemet, és gondoltam, hogy elvérzek. Attól feltem, hogy az oroszok megölnek, szétverik a fejemet, mint azt tették másokkal. Egyébként nekünk is az volt a parancsunk, hogy sebesült orosznak a térdébe kell lenni, az mindenképpen immobilizálja egy darabig. És hát üvöltök, hogy segítség, hilfe! És hát ugye mostan egyszerre csak látom, hogy visszafele fut én felé, ez a német habsárfüre, és azt mondta németül, hogy ich komm schon bengel, hogy jövök, érted, ugye? És akkor rám esett a derekszijával, majd eltörte az orromat. És többet nem mozdult. Hiszen megfordítom ezt a nehéz embert, és akkor láttam, hogy ez is halott. Fogtam, és erősen rákötöttem a sálomat a nyaklövésemre, ugye magas nyakam volt, ilyen szőgér egyenruha, ezt rászorítottam, és fölálltam a géppisztolyra, és mint egy zombit, mint egy élő, lassan mentem, teljesen lassan visszafele, közben viszont az oroszok most már tüzérség és aknavető tüzet zúdítottak a Városmajor fás részére, ahonnan én jöttem, ugye? Törtek az ágok, zuhantak, és itt a robbanás, itt robbanás, út hullán, átlépek, és itt a... De én mentem teljes nyugodtan, hihetetlenül vízzel nem kellett. Ebben a helyzetben, ugye? De hát ugye, mit tenni? Elértem egy fához, és ottan hát megkönnyebbülök, mikor egyszerűen csak mit történt, elindultam ugyanahoz a fához, amelyen kiindultam a rohamba, és ott rávizelek erre a talpasra, eddig még aludt. Mi? Hát mondom, talpas, te kurafi, tehát átaludtad az egész támadást, hát sebesült vagyok, fonszolj engem a Verbandstellére, ugye? Hát terjedten egy kicsit összezavarodva itten, ugye föláll, elvette az én géppisztolyomat, az ő sajátja, mert akasztotta, fölvett a vállára, és ott gyalog velem a drót mellett, földobnak engem egy ilyen asztalra, gumilepedővel, és a német azt mondja, hogy csodálkozva, azt mondja, hogy Wieder mal Schweinehaupt, Doschus genick, Ferienpass, jetzt gehst du nach Hause. Azt mondja, hát még egyszer hihetetlen mázlid volt, ez egy sima nyak átlövés, semmihez nem ért hozzá, de egy milliméterrel a nyakcirte mellett ment ki a golyó, itt ment be, itt ment ki, ugye? Leszállok erről a gumiasszalról, és rádobnak egy másik hullát, vagy egy és mondjam, össze voltam zavarodva, és vért is vesztettem, amit nézek, az első dolog feltűnt, hogy nincs láb rajta, nincs csizma. A másik azt mondta, hogy nézem a másik csizmát, hogy egy magyar utász csizma, és akkor nézem fölfele, hát ez az én barátom a képen behozott a talpas. Az ellentámadás nehéz fegyverek nélkül kudarcra volt ítélve.
mikor egyszerre csak hihetetlen harckocsi zaj, és egyszerre, ugye mi a Cénaptére felé voltunk kinézésen, itt előtte egy soha nem látott hatalmas szovjet páncélos, de én több-kevésbé, mert én fordítottam Panzerek Kennungstabellét, hát én láttam, hogy ez egy Josef Stalin, egy hatalmas hosszú csövidőn, és ez a tank előre gördült, sebességet kapott, és leadott egyetlen egy lövést, ezzel eltalálta a barikádot, a barikád repült, ez mint egy bulldozer neki a barikádnak, maga előtt nyomta az egész barikádot, és mögötte a német vontató harckocsit, és kijutott, tehát most már majdnem a Szénatérig. Ottan viszont tüzelőállásban volt két magyar Göring tarack. És közvetlen közelről, hát mit tudom, 60 méter vagy 100 méterről, mind a kettő egyszer eltalált ezt a páncélost, és ennek a lövegtornya fölrobbant, és ez a szovjet tank égve letaposta a magyar tüzéreket. Mikor fölrobbant az előre rakott tüzérségi lőszer több láda, repültem a levegőbe, legalább másfél méter magasra, leestem, lezuhantam ezekre a macskakövekre, a rohamsisakoma, és minthogy hallottam egy ébresztő órát a fejemben, ugye? És ott, azt hittem, teljes sötétség, és azt mondtam, na, most már másodszor meghalok, ugye? Fölállok, és láttam, hogy a robbanás letépte a nadrágomat, de csizmában voltam, és alatta ilyen piszkos fehér jéger a nadrágban, és már is lőttek a miénkén rám, hogy postapadott a tetejre. Úgyhogy szintén menekülve mentem a tank irányába, hogy ott fedezéket keresek, és hát láttam, hogy az oroszok kiugráltak a tankból, de belestek a saját dízelójukba, és elégtek. Az ostrom 108. napjára a katonákon olyan kimerültség és fásultság lett urrá, hogy szinte megváltást jelentett a halál. Különösen igaz volt ez az SS egységek tagjaira, akik ha fogságba estek, gyakran azonnali kivégzésre számíthattak, akár sebesültek voltak, akár nem. A vérmező elveszítése esetén, amely a teherszállító vitorlázók utolsó leszállási lehetőségét jelenti, az ellátási helyzet ijesztővé válik. A sebesültek sorsa megrendítő. A katlanban jelenleg a legszűkebb területre összezsúfolva, minden elégséges ellátás nélkül, mintegy 34 ezer német és magyar katona van. Közöttük 10 ezernél több német sebesült, továbbá 300 ezernél több magyar állampolgár. Eleinte volt még élelmezés, megszűnt. Aztán gyógyszer se jött, már semmi se jött a végén, ugye mielőtt a visszavonulás a várban megtörtént, akkor már nagyon rossz volt a helyzet. Szinte mindig borsó leves volt, és olyan, ahol szinte minden borsót, ha megnyomtunk, a zsizs is kinyúlt belőle. Egy darabig úgy piszkált az ember, de aztán ettük zsizsikestül a borsó levest, meg cvibakot kaptunk. Budapest ostroma harcászati szinten egy meglehetősen összetett folyamatrendszer volt. A következőt kell elképzelni. Itt nem ténylegesen zászlóaljak, ezredek, hadosztályok küzdöttek egymással, hanem viszonylag kis létszámú, nagyon sok esetben egymástól elszigetelt harccsoportok, vagy egész pontos szakkifejezéssel rohamcsoportok. A védők is és a támadók is ilyen rohamcsoportokban tevékenykedtek, és az alapvető szempontrendszer a következő volt: a védők részéről a járható irányoknak a lezárása. Ez fizikai valójában úgy nézett ki, hogy a szélesebb utcákat, sugárutakat úttorlaszokkal, aknazárakkal zárták el, de például nem minden esetben teljesen, hanem voltak úgynevezett félig nyitott úttorlaszok, azért voltak ezek nyitva, hogy a védők is tudjanak ellenlőkéseket indítani a támadók irányába, hogy azokat esetleg feltartóztassák, vagy megfékezzék. A támadók szintén roham csoportokban dolgoztak, ami azt jelenti, hogy körülbelül legfeljebb 50 főnyi
ilyen rohamcsoport tevékenykedett, és ebből például egy szovjet lövészhadosztály, mint egy 4500-5000 fős létszáma mellett körülbelül 10-12 ilyet szerveztek, tehát nagyjából 5-600 ember volt az, aki ténylegesen harcolt egy adott időpontban abból a hadosztályból. Ugyanez volt a helyzet a védők részéről is. Ott a fő hangsúly az úgynevezett tűzrendszernek a megszervezésén nyugodott. Azt kell elképzelni, hogy a fontos, területi szempontból fontos elhelyezkedésű, vagy építészetileg masszív szerkezetű épületeket jelölték ki támpontként, és ezeket különböző tűzfegyverekkel, jellemzően egyébként könnyű géppuskával, illetve golyószorúval, géppuskával, nehéz puskával, mesterlövészekkel biztosították. Azért, hogy az utcán való közlekedést gyakorlatilag a támadók részére lehetetlenítették. És itt jön a Budapest ostromának egy másik nagyon fontos jellegzetessége, hogy éppen emiatt a kiválóan szervezett védelmi tűzrendszer miatt a harctevékenység egy jelentős része a földfelszín alá kényszerült. Méghozzá azért, mert a szovjetek és bizonyos szempontból a pesti oldalon őket támogató román csapatok is igyekeztek ezeket a védelmi támpontokat függőleges irányba megkerülni, ami azt jelenti, hogy a pincéken keresztül, vagy akár a több emeletes épületek felső emeletein a tűzfalakat áttörve és a másik épületbe áthatolva megkerülni, átkarolni és úgy felszámolni. Ez olyan rendkívül összetett és kusza harctevékenység sorozatot indított el, amelyben kérlehetetlenül előtérbe került a közelharc. Ez még lehet, hogy tűzfegyvereknek a tűzváltása volt, de akkor is közelharcnak hívták. És nagyon sajnálatos módon például a városi lakosság, aki nagyrészt pincékben, óvóhelyeken próbálta átvészelni ezeket a borzalmakat, sokszor a tűzvonalba került. Azt kell látnunk, hogy ugye a pincéken keresztül igyekvő támadók vagy akár védők beleütköznek az ellenségbe, az ő olvasatukban a támadókba vagy a védőkbe, és a civil lakosság sorai között feje fölött vívják a tűzharcot. Az élelmet feléltük, az utolsó töltény a csőben. A kapituláció vagy a védőrség harc nélküli lemészárlása között lehet választani. Ezért az utolsó harcképes német részekkel, honvédekkel és nyilas keresztesekkel támadni fogok, hogy egy új harci és ellátási bázist harcoljak ki magamnak. A szénatér felül való állandó lövöldözés miatt ott a korlát alá lebukva mentünk át azon a részen. És mikor ott átbújtunk és megálltunk, akkor mondta meg a nagy zsombor, hogy kitörésre bemegyünk. Én legalábbis többször kijelentettem, hogy én a leszkitörés megyek. Amikor aztán a nagy zsombor ugye ezt kihirdette, és megmondta, hogy miről van szó, akkor már tudtam, hogy itt most már a felszabadító harckocsik nem fognak jönni, és hogy Buda el fog esni, és hát itt nagyon borzasztó dolgok fognak történni. Vágóhídra menni, hát eszünk ágába sem volt. Szörnyűséges mészárszék lesz. Ez be is következett, hát a tízezreivel pusztultak el. 1945. február 11-én, a ténylegesen megindított kitörés napján a védők olyan helyzetben voltak, amikor igazából jó megoldás, sikeres kitörést végrehajtani már nem lehetett. Egyszerűen a szovjet tűzrendszer, a szovjet csapatok elhelyezkedése, a tényleges katlannak a kiterjedése, a szóba jöhető irányok rendkívül könnyen kiszámíthatósága mind-mind odahatott, hogy igazából az csak tűzerő kérdése volt, hogy a kitörők mekkora veszteségeket szenvednek. Ráadásul maga a terv is meglehetősen gyenge lábakon állt, a tömegre alapozott elsősorban, és a támogatásról, például a páncélozott harcjárművek támogatásáról csak érintőlegesen gondoskodott. Amikor jött a kitörés napja, hát mi akkor azt hittük, hogy földindulás, mint a földrengés lett volna. Úgy döbörgött az egész ház, így remegett. Hát ugye 30 000 körüli ember volt, aki a Csalogány utcán keresztül a Pasarétnek elindultak a kitöréssel. Az ellenség február 12-ére virradó éjjelen összegyűjtött egy 7-9000 fős rohamcsoportot, amely az Olaszfasor és Retek utca mentén támadásba lendült. Áttörte a 180. lövészhadosztály alakulatainak harcrendjét, és megpróbált kitörni a bekerítésből. Kijutott a Vérhalom környékére és az Óbudától északnyugatra lévő erdőbe. A sikeresen kitört védők közül egy jelentős harccsoport az úgy ért el sikereket, hogy a Zömtől
az ömhöz képest egy alternatív útvonalon, széles arcvonalon, kisebb csoportokban, gyors mozgással, és tényleg csak a jelentős ellenállást leküzdve, azzal a harcot felvéve nyomult előre, így igazából nem veszített időt, nem adott időt a szovjeteknek arra, hogy az ellenállást velük szemben megszervezzék. Ezzel szemben a fő hullám, vagy a fő kitörési irány, amely ugye az olasz fasor Retek utca irányába mutatott. Itt is az első hullám, amely február 10-én 8 óra tájban indult meg, még nagyon nagy arányában átjutott és áttörte a vele szemben álló szovjet lövész alakulatoknak a védelmét. Kapuajról kapuajra, szökelve, szaladva mentünk tovább. A kapuajakba orosz halottak voltak, agyonlőtt oroszok, és az is észrevettem, hogy a földszinti ablakok mind be vannak törve. Valószínű, az előttünk már elhaladó kitörők kézigránátokat dobtak be, mert a földszintről nem lőttek ránk, csak az emeletekről. A probléma ott kezdődött, amikor a második és a harmadik hullám az első hullám viszonylagos sikerén felbátorodva, ezeket a megoldásokat mellőzve, tömörülve, nagy tömegben indult támadásra, és gyakorlatilag nagyon jelentős és nagy veszteségekkel járó harcba bonyolódott. Hozzáteszem, őket már az is hátráltatta, hogy a rendkívül jól kidolgozott szovjet tűzrendszer addigra már működésbe jött. Páncélosok is lőtték gránáttal végig a olasz fasort, és nagyon erős gyalogsági tűz volt. Azon aztán megint ugye lestünk, hogy egy kicsit csökkent a lövöldözés, akkor átszaladtunk a városmajorba. És nem sokkal azután, hogy a városmajorig eljutottunk, ködbe kerültünk. És aztán ködbe mentünk a villák közt, több kitörő, kisebb csoporttal találkoztunk, akik hozzánk csatlakoztak. És mentünk tovább. Ronda nagy köd volt, tudom, úgyhogy majdnem tapogatózva mentünk, és ha valahol gyanúsan lövöldözést hallottunk, igyekeztünk kitérni. Térdig érő, fél lábszárig érő hóba mentünk, és külön menni nagyon-nagyon nehéz volt. Úgyhogy egy sűrű libasor, hát nem pont libasor, mert szélesebb volt, hát nem pont egyenként mentek, de szóval egy keskeny, végtelen hosszú sor volt, amely gyalogolt az erdőbe. Egy részük be volt csavarodva, de voltak magyarok közt is, volt egy mag, aki határozott volt, és a németek közt is voltak határozott csoportok, akik egy-egy őrmesterük, vagy egy-egy alacsonyabb rangú tiszt körül voltak, és azok teljesen együtt, egy akarattal mentek. Kiderült, hogy a él körül volt egy Flügel-Obersturmführer, vagy valaki, nem tudom ki. Legdobta magát a hóra, és kijelentette, hogy nem hajlandó tovább menni. Wir werden hier alle verrecken. Szóval ilyesmiket mondott, hogy itt mind el fogunk pusztulni, vagy tönkre megyünk, és a többi, és a többi. És nem volt hajlandó elindulni. És akkor a nagy zsombor ottan a németökkel megpróbált értekezni, hogy hát tovább kell menni, és akkor végigment a soron, és mondta, hogy mi tovább megyünk, és aki akar, jöjjön velünk. És akkor egy csoport ott maradt a főnökével, de a németek nagy része is velünk jött tovább. De már akkor a nagy zsombor lett a rangidős. És akkor ő átrendezett bennünket, hogy nem egy
ilyen sorba megyünk, hanem két oldal. Szóval három sorba mentünk, és elől ment egy kis csoport, akik földerítették az utat, mi mentünk utánuk, és a két oldalsó pedig két oldalra lesett, hogy tudjuk, hogy mi van, és hogy ne érjen bennünket meglepetés. A budai hegyekben eljutott kitörők már nem a korábbi Budát ostromló szovjet csapatokkal kerültek szembe, hanem a Budapest csoporton kívül a szovjetek létrehoztak egy felszámoló, tulajdonképpen embervadász csoportosítást, amelynek az volt a feladata, hogy szisztematikusan átfésülve a budai hegyeket bekerítse és fizikailag felszámolja a kitörők csoportjait, amelynek az lett a következménye, hogy nagyon sok esetben a kitörők a kozák lovas hadosztályok katonáival való tűzharcban estek el, vagy akár a konkrét elfogások után a helyszínen kivégezték őket a szovjet csapatok. Ez tulajdonképpen egész egyszerűen egy embervadászatként fogható föl. Maguk a szovjet csapatok is a jelentéseikben úgy fogalmaznak, hogy ennyi és ennyi ellenséges katonát semmisítettek meg. Itt a hadifoglyok száma elenyészően kevés ahhoz képest, amennyit megsemmisítettként, tehát megölt ellenségként jelentettek. Ahogy rohanok, egyszer csak vagy 10 lépésre tőlem, egy fa mögül elébe áll egy ruszki, és én futottam tőle, egyre közelebb voltam hozzá, rám fogja a puskát, és elsüti, de nem sült el, hallottam tisztán, hogy elcsettent, de nem sült el. A ruszki meglepődött, és felemelte a puskát így két kézzel, hogy leüssön. De én gyorsabb voltam, mert én futásba voltam, teljes erővel még mielőtt lecsapott volna, hogy felemelte a puskát, nekiszaladtam és belerögtem a rohamkést az oldalába. Fogalmam sincs mi volt, mit csináltam, észrevettem, hogy előbb megakadt, és aztán tovább csúszott. A Manusz oldalra esett, én meg szaladtam a többiek után. Egyszer csak learatott kukoricaszáras területre értünk, és egy kukoricaszárból készített kúp volt előttünk. Aztán ránk kiabálnak, hogy halt. Hát a kukorica kúpból bújt elő aztán három német, és jöttek felénk, és veregették a vállukat, minden. Azok aztán kísértek be a Mány faluba. Hármunkat. A német parancsnok saját maga, bár többször alárendeltjei kérték, könyörögtek neki, szinte már követelőztek, hogy a kitörést végre kell hajtani, ettől elzárkózott, és mindig Hitlerre hivatkozott, aki ezt megtiltotta. Majd érdekes módon a tiltó parancsot semmibe vette akkor, amikor látta, hogy ha tovább vár, akkor ő is szovjet fogságba esik. Tehát ekkor már vállalkozott a kitörésre, de ekkor is úgy, hogy személyét biztonságban tudva az Ördögárok csatornáján keresztül kívánta megkerülni az első kényelmetlennek tartott vonalat, és ráadásul mindez beöltözött egy SS legénységi egyenruhába is. Kimondhatatlan nagy szerencsém volt, de azt mondom, amit anyám mondott, hogy Szűzmányra kötényébe takart. Ezt mondta anyám. A magyar lakosság többsége számára a megpróbáltatásoknak nem lett ezzel vége, mert hogy a közbiztonság abszolút nem állt helyre, de ez is különböző, mert a pesti oldalon az 5. kerületben a közbiztonság meglepően jó volt ahhoz képest, hogy milyen állapotok uralkodtak mondjuk a budai oldalon, akár csak egy hónappal is az ostrom után. Van, akinek a szovjet hadsereg az életet hozta el, van, akinek a halált. Politikai értelemben ennek az országnak a felszabadulást, egy olyan társaság, aki ezzel a szabadsággal maga se rendelkezik, hanem a legszörnyűbb diktatúrák egyikébe él, nem tudta elhozni. Az ostrom túlélői megpróbálták megérteni és amennyire lehet megemészteni. Mi is történt 1944. december 24-e és 1945. február 13-a között? Talán egy elhatározásom volt, ami rajtam múlt, amikor láttam, hogy mi a helyzet, mikor már Zanyút elvitték. Valami olyan gondolat fészkelt az agyamba, hogy ezentúl nem lehetek elkényeztetett, ezentúl a meleget, a hideget, a fájdalmat
hogy van étel, nincs étel, mindent ki kell bírnom, mert csak így fogok életben maradni. Borzasztó nagy élmény volt a rendszerváltás után, mert a rendszerváltásig mi úgy voltunk elkönyvelve, mint egy echte fasiszta alakulat, aki az utolsó pillanatig harcolt itt a német fasiszta egységek, és nem állt át, és így voltunk elkönyvelve. Volt, aki segített. Volt, aki nem segített, csak sajnált bennünket. Volt, aki nem segített, és nem sajnált bennünket. Nem lehet egy országra valami olyan jellemzőt mondani, ami mindenkire igaz. Az biztos, hogy nem igaz. Nincsenek csak okosak, nincsenek csak hülyék, nincsenek csak jók, és nincsenek csak rosszak. Ahogy vittek bennünket, a Tatterzából vittek az óbudai téglagyár felé, sokan sajnáltak, voltak, akik megkönnyeztek, és volt, akik belénk rukott. És volt, aki mondta azt, hogy na végre elviszik őket. Már azok az emberek segítik, a középkorú emberek, nem a fiatalok, tehát nem a 18 évesek, hanem a 40 évesek sem, értik meg, hogy mit jelentett ez a háború. Budapest ostroma azért is nagyon fontos történelmi esemény, mert a II. Világháború város ostromai közül benne van az öt legfontosabban, Sztálingrád, Leningrád után. És azt gondolom, hogy ezt még ma se tudja a kellő mélységében a magyar társadalom. Itt van emberek, ezt csináltátok. Nem csak az embert, a földet, a levegőt, az életet tettétek tönkre. Hát ha ebből se tanul az emberiség, akkor nem érdemli meg, hogy a nap rásüssön.